a koronavírus cseppfertőzéssel terjed. A fertőzés veszély csökkentésének érdekében ajánlatos maszkot viselnie mindenkinek, aki közösségbe megy. A védő eszköz tulajdonképpen egy szűrő réteg a használója és a külvilág között. Akik otthon nyilván együtt élnek és tudják, hogy tünetmentesek, otthoni viselése azért nem indokolt. De akkor, hogyha zárt térbe megyünk bármi okból, akkor tanácsos viselni. A polgármester is erre hívja fel a figyelmet, hogy tanácsolja, hogy igenis zárt térben használjuk ezt az eszközt. Cseppfertőzést szűri mindenképpen egy bizonyos szintig, és ajánlatos. Egyre több városban teszik kötelezővé a védőmaszk használatát, a boltokban, piacokon. Dr. Hajdú Zoltán szerint a szabadban is hasznos a védőeszköz viselése, akár sportolás közben is. Én mindenképpen azt tanácsolom, hogy használják, hiszen megfigyelték azt, hogy egy futó vagy egy kerékpározó ember mögött 10-20 méterre is lehet a kilégzett levegővel cseppecske, ami hordozhatja a vírust. Tehát én azt javaslom, ott olyan helyen, ahol más is megfordul, tehát akár elkaphatjuk, vagy átadhatjuk a vírust, mindenképpen tanácsos a maszk viselése. A szájmaszkok egy bizonyos szinten védik a viselőiket, valamint segít abban is, hogy ők se terjesztenek vírusokat, baktériumokat. A maszkok viselésének és tisztításának szabályait ajánlott betartani, különben a védő eszköz a fertőzések melegágya lehet.